A járványügyi korlátozások részeként az egész országban bezárták kapuikat a kulturális intézmények a nagy közönség előtt, így könyvtárba se lehet járni most egy ideig. A salgótarjáni Balassi Bálint megyei könyvtár viszont nem akarja könyvek nélkül hagyni olvasóit a következő hetekben sem. Szeretnénk, hogyha az olvasóink nem maradnának könyv nélkül és olvasmány nélkül, hiszen nagyon sokunk számára nagyon fontos a könyv és az olvasás. Lelki táplálék, szellemi feltöltődés úgy gondolom. Nagyon sokaknak szükséges a munkájához, szükséges a tanulmányokhoz, a szakdolgozat elkészítéséhez, illetve nagyon sokaknak szórakozás és kikapcsolódás a könyv és az olvasás. Ezért hoztuk létre azt a szolgáltatást, hogy könyvet kérhetnek, könyvet igényelhetnek az olvasóink, és minden héten, keddi napokon egy előre egyeztetett időpontban tudjuk ezeket az előre összekészített csomagokat átadni. Könyvet igényelni több módon lehet: e-mailben, a könyvtár weboldalán található űrlap kitöltésével, telefonon, vagy akár papíralapon, a kéréseket az épület bejáratánál lévő postaládába bedobva. Az igényléshez pedig mindössze az olvasó nevére, olvasó számára és a kért könyvek szerzőinek nevére és címére van szükség. És bár kölcsönözni tudunk, de a kint lévő könyvek visszavételére egyelőre még nincs lehetőség, de emiatt senkinek sem kell aggódnia. Szeretném megnyugtatni azokat az olvasókat, akiknél kint maradt a könyv, hogy a kölcsönzési határidőket automatikusan meghosszabbítjuk, és a késedelmi díj számítását is november 10-ével leállítottuk. Noha a könyvtár most ideiglenes zárva tart, de az ott dolgozók ezúttal sem tétlenkednek, és az olvasókkal is igyekeznek tartani a kapcsolatot online formában. Mi könyvtárosok bejárunk dolgozni, és háttérmunkákat végzünk, és a tavaszi 3 hónapos bezárás gyakorlatának az a tapasztalata, hogy az olvasókat nem szabad magukra hagynunk, úgyhogy ilyenkor kivonulunk az online térbe és a virtuális létbe, úgyhogy arra kérem önöket, hogy nézzék a honlapunkat, Facebook oldalunkat, Instagram oldalunkat, minden nap friss információkkal jelentkezünk. Ilyenkor nagyobb hangsúlyokat tudunk arra fektetni, hogy olyan eredményeket is bemutassunk, amire a mindennapokban nincs lehetőség, így a digitális könyvtárunk eredményeit a salgótarjáni értéktárból, egyre gyarapodó fotótárunkból mutatunk be nagyon értékes kiadványokat, illetve a gyerekkönyvtárosaink mesét olvasnak a gyerekeknek, hogy így is tartsák a kapcsolatot a gyerekekkel. Könyvajánlókkal jelentkezünk folyamatosan, és azt tapasztaltuk, hogy tavasszal nagyon szerették az olvasók, amikor megmutattuk magunkat, hogy mit dolgozunk bent, a belső munkákról is hírt adunk. A könyvtár munkatársai most is nagy munkában vannak, leltároznak, és a több mint 300 000-es könyvállományt ellenőrzik ezekben a hetekben.